Sziasztok! Nari vagyok, és ez egy újabb Fidebiztos videó. Ebben a videóban egy újabb hiányosságot fogok pótolni. Ugyebár az előbbi részben a géteket mutattam nektek, de most pedig ezt a veratlámpot fogom bemutatni, ami szintén van nálam, de még nem tudjátok, hogy kell megcsinálni. Még egyelőre még beszélni akarok egy kicsit a gétekről, csak annyit, hogy az assembly table ugyebár csak kipotyogtatja a dolgokat, vagy pedig ládába rakja. Hát egy csövekkel ez volt a legtöbb, amit el tudtam érni, hogy vissza tudjam vezetni azt, amit éppen készítek, mint például itt ezt a redstone chipsetet, ugyanis nem hat rá wooden pipe, hanem úgy döntöttem, hogy akkor mind a kettő kimenet, mind a kettő bemenet, mind a kettő cső, és akkor így körbe. Hát sajnos csak így tudtam megoldani, máshogy nem lehet, sajnos. Nos, ennyit erről. Visszatérve a ratlámphoz, a haraglámpához, ez a Factorization modnak a tagja, ugyanúgy, ahogy ez a Pocket Crafting Table és ezek a barrelek. De úgy nagyon a gépekről nem nagyon akarok videókat csinálni. Egyrészt, mert szerintem úgymond felesleges, mert már megcsináltuk ugyanazokat a funkciójú gépeket, csak más modokkal. Majd esetleg, hogyha majd kijön a Red Power, akkor majd foglalkozok majd vele. De egyelőre tényleg csak az ilyen luxus cikkeket gyártam a Factorizationből, mint például ugye ez a haraglámpa. Ez a haraglámpához kell nekünk egy stamp készítő, ahhoz pedig kell nekünk egy nature crafting table, amit alulra rakunk, egy pisztont felülre, pisztont már tudtok csinálni, 3 darab vasat így, és 4 darab cobblestone-t sarkokra. Így kapunk egy craftpacket stampert. Ezt stampokból fog csinálni tárgyakat, a stamp ez egy ilyen blueprint. És ezt a blueprintet azt úgy csináljátok, hogy végül is craftoltok egy ilyen tárgyat, és az egyből ad nektek egy ilyen stampert, egy ilyen stampot. Hát ezzel ilyen automatic crafting table-ről hasonlóan ilyen gyárakat lehetne csinálni. Én bőven megelégszek az automatic crafting table-lel, én nem fogom bonyolítani ezzel, meg szerintem abszolút felesleges is ezzel bonyolítani. Mondjuk annyiból jó, hogy ennek a rendszerével egyébként sokkal kisebb területeket foglalunk el a kis házunkban, de én akkor is szeretem az automatic crafting table-t. Nos, hogy mit rakjunk ebbe a stamperbe? Nem mást, mint egy ilyen furcsa dolgot, amit mindjárt megmondom, hogy hívnak. Kell hozzá nekünk egy gyémánt blokk, amit baromira nem így csinálunk. Mi az Isten? Hogy csinálunk egy gyémánt blokkot? Ne vicceljétek már. Diamond block. Kompresszálni kell. Az. Az igen, melyikben van a overclocker? Kompresszálni kell. Öcsém, vanília Minecraftos dolgot így megbonyolítanak. Hihetetlen. Na mindegy, szóval így most már kapunk egy block of diamondot. Ezt középre rakjuk, körülveszük 4 darab TNT-vel, és 4 darab obsidiannal. És így kapunk egy ilyen stampot, mint amit mondtam nektek, vagy ilyen craft paketet, és ezt kell beraknunk a craft paket stamperbe, és robbanni fog, ilyen robbanás hangot fog kiadni, és kiad nekünk 18 ilyen diamond shardot. Na most emiatt kértetek tőlem ezt a videót, mert ennek a receptjét gondolom nem találtátok a neiben. Így készül ez a Diamond Shard. Diamond Shardból később tudunk csinálni egy ilyen gyújtót. Hát szerintem csinálhatok akár többet is, de mindegy, most egyelőre elég lesz egy. Ez a gyújtó, ez nagyon spéci. Hogyha én most itt meggyújtanám, itt fent itt a cobblestone-jaimat, akkor itt sorba végig égne, és smooth stone csinálna belőlük. De én ezt másra fogom használni, én ezt arra fogom használni, hogy Dark Iron-t csinálok, ez pedig Iron Block-ra lesz szükségem. De van egy olyan érzés, hogy ezt is akkor a kompresszorba kell rakni. Így van. Block of Iron. Hihetetlen. Szóval ilyen Block of Iron-ra van szükségünk, hogy Dark Iron-t hozzunk létre. Én ehhez azért csináltam egy ilyen külön házi készítési óriás kemencét, mert hogyha én most itt felgyújtanám a cobblestone-jaimat, vagy smooth stone-t csináljon belőle,
Utána, hagymaga után rendes égést is. Itt szépen felégetni az összes paddómat, úgyhogy én inkább csináltam egy ilyen spéciházi kemencét, hogy itt égjenek a dolgok, leterjedjen a tűz a jó kis padlómra. Úgyhogy ezt meggyújtva, ilyen furcsa, ilyen piros a fém, hogy jaj, be fogok élni. Na, látjátok, már rég is a testem. De hogy látjátok, ég a vas is. És egy idő után ilyen dark iron lesz belőle, hogy láthatjátok. És mindjárt megkapjuk a melléktermékként az égést. Azt mondta, nem fog égni semmi sem, mert üveget raktam alulra, úgyhogy tökéletes volt a tervem. Szépen felszedjük ezeket a dark iron blokkokat, és úgy csinálunk belőle a dark iron ingotot, hogy berakjuk a craftingunkba, csak igazán. És így jobbunk egy csomó dark iron ingotot. Ez fog kelleni nekünk a jó kis vratlámpánkhoz. De ahogy nézem, új vrat gyújtót kell csináljak, mert a használatot nem fogja elfogadni. Úgyhogy még egy vrat igniter. Ez fog kelleni középre. Kelleni fog kettő darab ilyen üveglap, ha jól emlékszek. 4 darab dark iron, és 2 darab silver. Igen. És mindössze ennyi a varatlámpa, szerintem nem bonyolult. Szerintem ahhoz képest elég olcsó, hogy hát mondjuk 9 gyémánt kell hozzá, de hogy láthatjátok, a rengeteg diamond shardot kapunk, úgyhogy egy blokk gyémántból rengeteg ilyen varatlámpát tudunk készíteni. Hát a netherbricket azt tudjátok, hogy kell. És visszakapjuk a vrat hittert, hoppá, lehet, hogy ebből tudnék többet csinálni. Nézzük csak meg. Lehet, nem is muszáj. Silver. Kapásból rossz helyet rakok. Kettő üveglap. Na hát! Nem kellett volna új vrat. Így mit csinálom. Na hát így még olcsóbb, mint gondoltam. Hát így aztán tényleg rengeteg ilyen lámpát tudtok csinálni. Azért lepődtem meg ennyire, mert mint már egyszer mondtam, én ezeket addoltam, ezeket a lámpákat. Lusta voltam fákjákat rakni, mikor elveszett minden. Úgyhogy látjátok itt, hogyha kiütném, akkor itt teljes sötétségbe borul az egész folyosom, de szerintem próbáljuk ki valahol máshol odakint. Mondjuk, szépen lerakom itt a mobok közé, csak úgy tesztelésként, hogy mit vállal. Azt a mindenit. Na látjátok, mekkora területet bevilágít? Hogyha ez mondjuk egy szakadék lenne, akkor az végig világítaná az egész területet. Nincs egy ennyi a vratlámpa, a haraglámpa, szerintem nem volt bonyolult. Remélem mindenkinek most már tisztáztuk a ügyeit, bajait. Most már mindent megmutattam, amit itt nálam láttatok, úgyhogy lassan tényleg nekikeszhetünk valami kreatívnak is. Na, ennyi lett volna az a videó, sziasztok!